Tava de vasodha aqui. Persze már nem kell bemutatni Visnyei Józsefot, egy kis beszédet tartani a kedves közönségnek. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Minden kedves vendégemet nagyon sok szeretettel köszöntöm. Én emlékszem rá, amikor 5 éve ezelőtt azt mondtam, hogy egy hagyomány jelleggel minden évben tartunk egy budit, és immár eljutottunk az 5. évhez. Az idei év is remélem, hogy nagyon jó sikerül, az időjárásban nem történik némi változás. Én nagyon sok köszönöm a Zarik együttesnek, aki minden évben velünk van. Köszönöm a segítséget a kaposvári önkormányzatnak. Köszönöm minden kedves vendégemnek, aki megtisztelt idén is, hogy eljött. És én kívánok mindenkinek a műsorhoz nagyon jó szórakozást, a vacsorához pedig jó étvágyat. És akkor most konferálnám az első műsorszámot. Az Atalai Pávakör fog énekelni önöknek egy csokrot. Nagyon szépen köszönjük az Atalai Pávakör műsorát, és a műsor következő száma, gondolom mindenki emlékszik még Antal Imre műsorára, a Szeszélyes Éjszakok. Abban szokott tenni egy ilyen Mariska-Juriska produkció. Hát itt két falusi asszony pletykáját fogjuk látni, előadja Váradi Sándorné és Illés Lajosné. Ez a divat. Előbb jön a gyerek, aztán utána a ház.
van, ötözve a lambéli, még ez a régi. Jó, hát ezt más ajándékba kaptam, Juliska. Aztán megtakarítom, hogy hát Hát Jágónakon voltam, Juliskám. Aztán nagyon mögé jártam, hazafelé a vonaton. Na hallja, jaj, hát hallja. Nincs biztonságban az ember, még nincs a vonaton sem. Aztán mit gondolok, velem szömbe üt egy öreg, aztán csak nézött. Azt hittem, hogy tetszök neki. Aztán mit gondol, hát egyszer csak azt mondja, nem ismer maga engem? Hát mondok, honnan kellene magát hallja ismerni? Azt mondja, hát én voltam a maga ura a háború előtt. Mária, hogyan emlékeztem arra? Azt mondja, akkor még képzője, hogy azt mondja, hogy magadán megöregedett hallja azóta. Azt mondta! Hát hallja, ugye szégyöllöttem magamat ott az utasok előtt. Hát sosem fog érzni, amikor a szívem elhagy, önmagja a gyorszán indul. Ha nem érzik, itt vagyok, repülünk a házba, ahol a fény, oda, ahol a boldogság a Thank you.
Figyelmet kérnék, tekintettel most nem mondom el a köszöntőmet, amit terveztem az időjárás miatt, és megkezdjük a műsort inkább. A műsort az idén a Flamingó Tánc Sport Egyesület Dombavári csoportjából két fiatal tehetséges gyerek nyitja meg. Ifjú Leota Járpád és Pelecsi Éva, e-osztályos versenytáncosok. Ifjú Leota Járpád és Pelecsi Éva 14 évesek, 7. osztályos tanulók, és egy éve versenyszerűen táncolnak így együtt. Elért helyezésük és díjaik, országos versenyeken elért helyezésük középdöntő, Dombavár versenyen, döntőben hord verseny. Az első körben latin táncokat láthatunk. Cha-cha-cha, rumba, jive, samba és paso doble.
Once again now, Matilda. 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 She take me money and run Venezuela. $500 friends I lost. Woman who sell me cat and horse. Hey, Matilda. She take me money and run Venezuela. Everybody. Matilda. Sing up the chorus. Matilda. Sing a little louder. Matilda. She take me money and run Venezuela. Once again. Matilda. Run round the corner. Matilda. Sing up the chorus. Matilda. She take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house. Smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and what?